Minden városnak kell egy lap, mondta Dicső Zsolt, a Szekszárdi Napló egyik szerkesztője. Az újság több formában is megújult az elmúlt időszakban, hiszen már nagyobb formátumú, illetve új rovatokkal is találkozhatnak az olvasók, többek között kultúra, közélet, helytörténet vagy sport témakörben. Bár biztos nem tökéletes, ezért kellene szerintem az olvasók véleményét meghallgatni, ha van, mondják el, és akkor persze a lap változik a szerint, hiszen neki íródik a városlakóknak. A szerkesztő elmondta, hogy egy gasztronómiát megcélzó rovattal is készülnek. Eddig még talán ez nem volt. Régen emlékeim szerint sok-sok évvel ezelőtt volt valami hasonló. Ezt próbáljuk, vagy próbálja a szerkesztőség megújítani. Egy recepteket bemutató, a vendéglátó szakiskola egyik diákjának a receptjei lesznek benne. Ez szerintem mindenféleképpen újdonság. Az újság korábban a Szekszárdi Vasárnap nevet viselte. A megújult formájú és tartalmú lap már havi rendszerességgel jelenik meg, és az elmúlt hónap eseményeit tudatja az olvasókkal.